Anyák napja története az ókori görögök nyúlik vissza, ekkor még természetesen istentisztelő ünnepséggel párban emlékeztek meg róluk. Magyarországon először 1925-ben tartottak ilyen ünnepet a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-tól már miniszteri rendeletre került be az iskolai ünnepnapok csoportjába. Arról kérdeztük a szexáriakat, ők mivel kedveskednek ilyenkor, és hogy mit is jelent számukra ez a nap. Szerintem nagyon fontos, igen. Hát mert mégiscsak anyák napja van, azt mégis meg kell ünnepelni. A virágok és az apró kedvességek mindig jó tippek lehetnek. Rózsát, csokit édesanyámnak, meg valószínűleg csinálok neki valami ajándékot. Micsodát? Hát hegesztő vagyok, és akkor gondoltam, csinálok neki valami szívecskét, vagy valami ilyesmit. Szerinted fontos az anyák napja amúgy? Szerintem persze. Hát az anya, ő a legfontosabb nő igazából az életünkben. Főleg ilyen fiatalon még, amíg tehetjük, hogy velünk van. Vannak olyanok is, akik valamivel nagyobb, specifikusabb ajándékkal lepik meg édesanyjukat. Telefont vettem mutárnak. Igazából ennyi. Én virágot vettem neki. És szerintetek miért fontos az anyák napja? Hát nem tudom, most nekik is legyen egy ilyen ünnep azért, mert azért anyuka valaki, akkor szülni kell meg minden, úgyhogy sok mindennel jár, és szerintem megérdemlik. Ezzel én is ugyanígy vagyok, szerintem csodás dolog, amit ők tettek, és megérdemlik. Nem mellesleg az is roppant fontos, hogy a tisztelet és a szeretet kifejeződjék ilyenkor. Én szerintem csokit meg virágot fogok neki venni, és amit előttem is elmondtak a barátaim, hogy hát egy ünnep azért jár nekik is, ugyanis egy csodás dolgot tettek, meg valamilyen szinten a tisztelet részemről. Természetesen az anyák számára sem közömbös ez a nap. Hát, anyák napjára. Én megelégszem azzal is, hogyha megölelnek és azt mondják, hogy szeretünk, anya. Ennél szerintem nincsen szebb a világon, hogy azt mondják a gyerekek, hogy szeretünk, anya. Mindenkinek jól esik egy csöpnyi kedvesség. De általában virágot szoktam kapni. És ön szerint fontos, hogy legyen szerintem ilyen? Igen. Miért? Én is az anyukámnak viszek mindig a virágot. Ez nem tudom pontosan. Talán ez a legkevesebb. Az anyaság miben léte, annak örömei, nehézségei előtérbe kerülhetnek ezen a napon, amit fontos megélni, és természetesen megünnepelni is. Az anyaság az egyik legfontosabb dolog az ember életében. Azt hiszem, gyerekek nélkül nem volna annyira teljes az életünk, mint amilyen. Bármi baja van az embernek, bármi történik vele, ha hazaérek és ott vannak a gyerekeim, akkor az minden probléma el van felejtve. Nehéz erre jó szavakat találni, de igen, az anyaság az élet teljessége. Összességében elmondható tehát, hogy az anyák napja nem elfeledett ünnep, és nem is csak iskolák falai között tartott ünnepély, hanem valami sokkal éteribb, sokkal személyesebb, sokkal inkább szól a tiszteletről, a köszönetről, a szeretetről és a megbecsülésről.